Alaposan átalakított kerettel vágott neki a felkészülésnek augusztus 1-én az NB2-es nyírbátori férfi kézilabda csapat. A két évvel ezelőtt újjászervezett együttes egy ezüstérmet és egy negyedik helyezést követően szinte teljes virágtömlesztésen esett át. A kezdő hetes tagjai távoztak, vagy befejezték, illetve felfüggesztették pályafutásukat, ezért Kovácsra, Bodra, Pálfira, Takásra, Tótra, Spisákra és Bíróra már nem számíthat csaposjáros edző. Így viszont mások előtt nyílt ki a felnőtt csapat kapuja. Amellett, hogy a fiataljainknak nagyobb lehetőséget adunk, itt Rácz Rolandra, Szedlár Balázsra, Blánár Mihályra, Lapos Istvánra gondolván, amellett azért igazolni is kellett. Hogy kezdődik egy csapat? Védj egy jó kapust, ezért a kapuban Felföldi Róbertet tudjuk. Én örömmel veszem, vagy tudom be, hogy hozzánk igazolt, Hajdunánásról Pál Tamás, Fehérgyarmatról, ő lövőposzton játszik, illetve két kettős igazolt, a Fábián Vince Nyíregyházáról, illetve a Tamás Levente, aki balkezes jobbszélső. A vezetők egyelőre nem határoztak meg konkrét célt, mivel a felkészülést a játékosokkal együtt végző edzőnek gyakorlatilag új csapatot kell építenie. Nagy kihívás, de én úgy gondolom, hogy azok, akik jöttek, azok fogják pótolni azokat, akik elmentek, de hát ez majd a bajnokság végén fog igazából kiderülni. Azért a 50-60, inkább 70% a csapatnak megmaradt, ugyanis számítunk a helyi fiatalokra, akik többé-kevésbé komolyan veszik a felkészülést, úgyhogy itt vannak a elnézést a délőtti edzéseken, és meg a délutáni edzéseken is. Természetesen vannak, akik hiányoznak munka miatt, diák meló, stb. Hát van olyan is, akit nem látunk, de reméljük, hogy ő is meg fog jelenni. Természetesen azokra számítok, akik velem végigcsinálják ezt a munkát, és hasznos tagja akarnak lenni a csapatnak. A nyírbátoriak a tavainál kettővel több, összesen 9 csapatot indítanak a különböző sorozatokban. A felnőtteknél a megyei első osztályban is ott lesz a bátor, az NB2-es együttes pedig az Ózd elleni Magyar Kupa előselejtezővel kezdi a szezont augusztus 29-én, majd a bajnoki nyitófordulóban szeptember 15-én a Hajdúböszörményt fogadja Csapos János együttese.